Újabb szankciókat sürgetett Oroszország ellen az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint az orosz energiaexportot kellene tovább korlátozni. Tegnap rakétatámadás érte Mikolajevot és Vinniciát is. Utóbbi városban legalább 23-an meghaltak, de még sok eltűntet keresnek. Közben lövedékek csapottak be az orosz szakadárok által irányított Donyeck városában is. A felek egymást vádolják a támadással. Folyamatosan dolgoznak a tűzoltók a dél-ukrajnai Mikolajivban. A régió kormányzója közösségi oldalán arról számolt be, hogy péntek reggel legkevesebb 10 rakétát lőttek ki a településre az oroszok. A támadásban a város két legnagyobb egyetemét is találat érte. Az ukrán katasztrófa védelem pedig egy nappal korábban arról számolt be, hogy egy hotel épülete lakhatatlanná vált egy rakéta miatt. Oroszország azonban többször is tagadta, hogy civil célpontokat támadtak volna. A frontvonaltól távol fekvő Vinniciában, a belvárosban csapódtak be lövedékek csütörtökön. A mentési munkálatokról itt is az ukrán katasztrófa védelem tett közzé felvételeket. A nyugat-ukrajnai településen találat ért egy toronyházat, ahol több emelet kiégett. A becsapódás ereje pedig még a szomszédos utcákban is kitörte a házak ablakait. Az épület az egészségügyi rendszerhez tartozott, amikor az első rakéta eltalálta, az én lakásom ablakából is kiesett az üveg. Amikor pedig jött a második támadás, olyan fűsüketítő volt, hogy még mindig zúg a fejem. A lökés hullám kitépte a bejárati ajtót a keretéből, hátborzongató volt, emlékezett vissza egy asszony. A régió vezetője az AP hírügynökségnek arról számolt be, hogy az oroszok 4 rakétát lőttek ki egy Fekete-tengeren állomásozó tenger alatt járóról, azonban 2 sikerült megsemmisíteniük, mielőtt elérte a várost. Ukrán jelentések szerint a halálos áldozatok száma meghaladta a 20-at, további mintegy 100 ember megsérült, több mint felük kórházi ellátásra szorul. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök terrortámadásnak nevezte az esetet, amelyel szerinte az oroszok megsértették a nemzetközi jogot. Az államfő szerint Moszkvát újabb szankciókkal kell büntetni. Feltétlenül szükséges mielőbb olyan korlátozásokat bevezetni az orosz energiaexporttal szemben, amelyek nem teszik lehetővé, hogy ezek a terroristák a nemzetközi közösség terhére fedezzék költségeiket, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij. Közben az orosz barátszakadárok arról számoltak be, hogy az irányításuk alatt álló Donyeck városát támadták az ukránok. Jelentésük szerint 2 meghaltak és további 3 megsérültek, amikor tüzérségi lövedék csapódott be egy buszállomáson. Ukrajna tagadta, hogy ők támadták volna Donyecket.